Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban meg fogok osztani néhány statisztikát az úgynevezett pornó vagy szexiparral kapcsolatosan. Azután röviden ki fogok térni arra, hogy milyen hatása van a szexuális szabadosságnak az egészségre, illetve végül szeretnék mutatni egy rövid videót, ami talán megoldást kínál azoknak, akik küzdenek ezzel a problémával. Mielőtt nekivágnék ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Különböző weboldalakról tájékozódhat az, akit érdekel, hogy mi a helyzet ezügyben. Ez gitnux.org a weboldal, majd megmutatok még egy pár másikat, és minden másodpercben nagyjából 28 ezer felhasználó néz pornográf tartalmat az interneten. 40 millió amerikai rendszeresen látogatja ezeket a pornográf oldalakat. De Amerika nagyjából 340-50 millió fő, ez több mint 10%. 35%-a az internetes letöltéseknek pornóval kapcsolatos. 35%-a több, mint az egyharmada az internetes összletöltésnek. Az internetet használók 34%-a már látott vagy találkozott olyan pornográf tartalommal, amelyet ő nem keresett vagy nem akart. A pornóiparnak az éves bevétele az több, mint az NFL, az NBA és az MLB összesen. 20%-a a mobil kereséseknek pornográf tartalomra irányul. A pornó oldalaknak nagyobb a forgalma átlagosan, mint a Netflixnek, az Amazonnak és a Twitternek összesen. 30%-a az adatnak, amelyet az interneten az emberek ide-oda küldözgetnek, pornóval kapcsolatos. Az első találkozás életkora átlagosan 11 év, amikor az ember találkozik pornográf tartalommal, tehát 11 éves korukban átlagosan már a fiatalok találkoznak ezzel. 64%-a a fiatal embereknek 13 és 24 év között aktívan keresi a pornográf tartalmakat heti szinten vagy gyakrabban. 64%-a a 13-tól 24 éves korú embereknek. A Pornhubnak 42 milliárd látogatója volt 2019-ben. Ugyanebben az évben 6,8 millió új videót töltöttek fel erre a weboldalra. A nők 33%-a néz rendszeresen pornót, úgy, mint hogy hetente vagy gyakrabban. A keresztény férfiak, ezek amerikai statisztikák, 50%-a, a nőknek pedig 20%-a pornográfia függő. Avagy nem tudjátok el, hogy aki paráznával egyesül, az egy test lesz vele, mert ketten lesznek úgymond egy testé. A fizikális paráznaság elsősorban amiről szó van, és én most nem a spirituálisra gondolok, hogy valaki más isteneket imád, vagy más elohimeket szolgál. Arra gondolok, hogy fizikális kapcsolatot létesít bárki az ellenkező neművel házasságon kívül. Egy test lesz vele tehát. Persze felmerülhet a kérdés, hogy miköze van ennek a pornóiparhoz. A pornóipar az ugyanez, csak az ember fejében játszódik le. Fejben az ember elköveti ezt az aktust. Megcselekszi ezt, csak nem fizikálisan, hanem a fejében, ami megfertőzi az embernek az elméjét. Number three, the fathers talk about thoughts, and they say the initial thought or the image that pops into our head is not a sin. It's just a thought, but it's what we do with that thought that then becomes sin. So the devil is able to kind of, in a sense, implant thoughts in us or whisper thoughts or suggestions and images that will come to our mind. Many times when we start a fasting period, people will come to confession and say, Father, I'm like plagued. I have so many lustful thoughts. I don't know where they came from. Well, it's from the devil. This is where lustful thoughts come from. The problem is if you take that thought and you accept the thought and you take it down into your heart and you begin to turn around and look at it and say, ooh, this thought is very enticing and good and I enjoy it. Once the thought has gone down into the heart, which is where lust happens, not in the mind, but in the depths of our heart, once that energy of lust has taken part of the heart and grabbed it, that is where the person begins to fall into sin, and then that's where it plays itself out.
az a gondolat, ami felmerül bennünk, az nem probléma, hogyha az ember megy az utcán, és meglát valakit, aki vonzó, az nem probléma. A gond akkor kezdődik, mikor az ember ezt a gondolatot édesgeti ott bent az elméjében, és az eljut a szívébe. El kell engedni, azonnal el kell fordulni attól. Ez érvényes mindenre, ha evésről van szó. Evésre, hogyha szexualitásról, akkor pedig arról. Amennyire banálisan hangzik ez a nem hívők számára, ez a megoldás. Segítségül kell hívnunk Yahusha HaMashiach nevét, hogyha valakinek ez nehéz, Jézus Krisztus ott van alternatívaként. Biztos vagyok benne, hogy az Atya meg fogja érteni. És az ő nevében kérnünk kell, hogy az Atya távoztassa el tőlünk ezt a kísértést. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahuwah útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahuwah útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuwahútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!